Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, keresztelésre készülve jöjjetek és kérjük az Isten áldott szent lelkét, hogy a felelősségünket gerjessze fel a tanítvánnyá tétel szolgálatában. A 197. dicséretünket énekeljük, a 197. ének második énekversét. Az énekvers így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Egy örök és igaz Isten nevében köszönt szeretettel és örömmel ez a gyülekezet benneteket, kedves testvéreink, akik elhoztátok a gyermeketeket, hogy a Szent Keresztség által ő is befogadtassék, és részese legyen az Isten szövetséges népének, a keresztény Anya Szent Egyháznak. Veletek együtt örülünk és vagyunk hálásak a mindenható Istennek, a gyermek és az édesanya megtartott életéhez. Halljátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, úgy, ahogy az megvan írva a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. És hozzájuk mentén Jézus szól a népik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kérem a gyülekezetet, foglalja el a helyét. Kedves édesanya, kedves keresztanya, kedves hozzátartozók, szeretett testvérek, kedves gyülekezet! Nyilván majd később sok minden mást is tud mondani az ember a gyermekről, és nyilván alakul ez, de azt gondolom, hogy amikor még ilyen kis picike is, akit ennyire vártatok, arra igaz az egyik megfogalmazás sok közül, amit szerintem legtöbb ember, aki gyermeket a kezébe fog, oszt. Aztán később meg eloszt, hogy a gyermek az egy olyan jelzés, hogy még nem mond meg bennünket az Isten. És ha semmi más nem hinnénk, és semmi más nem látnánk, amikor egymásra nézünk, és amikor felnőnek, akkor egymás szemébe nézünk, néha így, néha úgy, akkor ezt elég lenne valósággá tenni, hogy te vagy az, akin keresztül azt üzente nekem az Isten, hogy még nem mond meg. Hogy az, amikor azt mondja Jézus, hogy neveljétek, tanítsátok meg mindarra, amit én tanítottam, parancsoltam, meghagytam nektek, akkor az az óriási megtiszteltetés ért minket, hogy azt mondta az Isten, hogy nektek adom, hogy finomítsátok. Nektek adom, ti vagytok az én munkatársaim, ti vagytok az én inasaim, ti vagytok az én tanítványaim, ti vagytok azok, akiknek azt mondom, hogy folytassátok, hogy szeressétek ki,
neveljétek ki belőle azt a nagy és szent feladatot, nagy szent hivatást, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtettél, közösségre, tanítványságra, arra, hogy egykor majd te is segédje legyél, képviselője az Istennek. Kedves testvérek, sok mindent tudunk, sok mindent hallunk, olvasunk a keresztségről. Három pontban most foglaljam röviden össze, ahogy most én gondolom és látom, és megpróbálnám a szívetekre helyezni. Az első pillanat talán így megfogalmazható, hogy azt mondja az Úristen, hogy ezt én úgy adom át nektek, hogy felelősség teljesen folytassátok a teremtésnek a művét. Hiszen valahol az emberi életnek egy nagyon szép és méltó megfogalmazása, és értsétek jól, nem túl magasztalása, hogy társteremtői vagyunk. Az Istennek a munkájának a folytatói vagyunk. És a második, egy ilyen drága nyers anyagot az ember elfogad, és azt mondja, hogy megfogadom és ígérem, hogy hitemhez, erőmhöz, tehetségemhez képest én ezt folytatni fogom. És a program az a pár szó, csak amit Jézus mond, hogy ti tanítsátok meg mindarra, amit én parancsoltam nektek. És kedves gyülekezet, milyen szép lenne, ha csak arra lenne képességünk megtanítani a következő generációkat, amit mi is megtanultunk Krisztustól, amit mi is megtanultunk az előttünk járóktól, csak annyit, vagy esetleg egy kicsit többet. Igen, hogy kinevelem, hogy megközelítek valamit, amire Jézus így hivatkozott, ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves testvérek, azt kívánom nektek, hogy amikor erre a formás kicsi testre ránéztek, akkor mindig azt lássátok, hogy azért kaptam, hogy úgy törődjek vele, hogy minél férfiasabb legyen, amikor majd megnő. Amikor a szemébe néztek, akkor lássátok mindig azt, az Isten alkotta azért, hogy felfedezze a világot, hogy felfedezze a szépet és a jót, és hogy az ember, meg a világ, meg az Isten tükröződjön benne. Ő adta a hangját is. Azt a kis nyugtalanságot, ami aztán majd átvált nyugalomra, mert még annyi minden másra is. És a ti dolgotok értelmes beszédé formálni. Imádságá, énekké, jó szóvá, megbocsátássá. A kis keze fülge mozgását szintén ő adta. Azért, hogy aztán munkás kezek legyenek belőle, simogató kezek, imádkozó férfi. Azt mondják, az ember szívében, mint álmodó mag ott van valahol a hitnek a csírája. Nem könnyű dolog megpróbálni ezt a csírát valamiképpen megöntözni, meggyökeresíteni és majd gyümölcsözővé tenni. Ha úgy tetszik, minden élet egy vázlat. Ő is az még. És olyan szép, hogy az Isten azt mondja, én azt, hogy neki milyen vonásai vannak, hogy milyen markáns lesz majd ő, és az csak ő lesz. Az egy kicsit rajtatok is múlik. Folytatni, kiteljesíteni, szeretni az Isten áldását, az Isten művét. Felelősségteljességgel fogadjátok, és folytassátok. Olyan egyszerűnek tűnik, és mégis olyan sokszor vizsgázunk rosszul belőle, mi bennünk, mi felnőttek.
De ezt a jól és ezt a rosszul vizsgázó embert szereti az Isten. Lássátok őt úgy, és lássátok őt az Isten, Isten ajándékaként, hogy még nem mut meg. Sőt, megáldott, szövetséget, segedelmet, és erőt kér, és kínál, és kívánunk. Amen. Mielőtt megkeresztelnénk a fiúgyermeket, arra kérlek és hívlak, hogy a gyülekezettel együtt valljátok meg a hiteteket, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földön teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, ki fogantatik Szent Lélektől, születik Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették. Szállt alá a hátokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmegy a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek ügyán, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket is voltak. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Amen. Hitvallásunk alapján még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyekre felejetek meg hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Hogyha igen, felejétek akarjuk. Másodjára ezt kérdezem. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd önként tegyen ő maga vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával, hogyha így van, felejétek, ígérjük. Ígérjük. Most pedig hozzátok fordulok Isten népe, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek a hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek, és a szülőket, keresztülőket, gyermekeket, családokat imádságban hordozzátok. Hogyha így van, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek és imádkozzunk. Kegyelmes Isten, jóságodat magasztaljuk. Jóságodat először is Jézus Krisztusért, és jóságodat azért, mert életet bíztál ránk. Jóságodat azért, mert az ember nem tud tökéletesen megfelelni, de igyekezni tud, és igyekeznie szabad, hogy tanítványt neveljen. Hogy a tanítvány tanítvány maradjon, és a tanítvány valakit valamire meg tudjon tanítani. Kérünk, hogy ebben a szövetségben, ebben az ígéretben, a szavak valóságában tartsd meg őket. És segíts lemélni, imádkozni és tenni azért, hogy eljöhessen az az idő, amikor nem úgy állunk, mint akik mellett hiányzik az a másik, hanem úgy állunk, mint akik együtt vagyunk. Úgy állunk, mint akik egymás kezét fogjuk. Úgy állunk, mint akik jelen tudunk lenni a gyermekeink és egymás életében, a családunk sorsában. Kérünk szeretetért, kérünk időért, kérünk türelemért, kérünk megáldó szentségért, nem magunkért, Atyánk, hanem Jézus Krisztusért kérünk egyedül, hogyha kedves neked, hallgass meg. Amen. Kevin, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen.
Kicsin gyermek, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Neveljen fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk teljességére, népünk javára, és az ő háromszor szent nevének az örök dicsőségére.